Azt szeretném kérni, hogy az Európai Unió ne játsszon tovább zsákba macskát, és ne folytasson kettős beszédet. Itt és most, ha és amennyiben az Európai Uniós biztos úr figyel rám, akkor arra kérem ön biztos úr, és a raportőrt is, valamint a tanács képviselőjét, szíveskedjenek egyértelmű választ adni a nyilvánosság előtt arra, hogy Magyarországnak joga van-e a saját országhatárát, amely egyben a schengeni Európai Uniós határ is, joga van-e kerítés építésével megvédeni a határon túli bűnözőktől, terroristáktól, illegális határsértőktől, joga van-e visszaállítani a határőrségét. Önök itt folyamatosan arról beszélnek, nyugtatván az európai közvéleményt, a polgárokat, hogy megvédik az Európai Unió polgárait a határokon átívelő bűnözéstől, különösen a terrorizmustól, és eközben Magyarországra a zöld határon át több ezer határsértő lép be, ezek nyilván nem mind terroristák, de nagyon könnyen lehetnek közöttük terroristák. Mi a válasz a biztos úr? Köszönöm. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnénk mindannyiunknak köszönetet mondani ezért a roppant érdekes vitáért, amely az Európai Unió biztonsági stratégiáról szól, ami a terrorizmus elleni harcról szól, és ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy a holnapi vita során tervezem, hogy részletesen beszámolok a jelenleg is folyó munkáról.